Jó ütemben halad a védőoltások beadása. Az egészségügyi dolgozók és a 150 főnél nagyobb idős otthonok lakói kapnak a vakcinából. Továbbra is viselnünk kell a maszkot. Az esztergomi közterületeken továbbra is kötelező a maszkviselés. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió esztergom hír összefoglalóját látják. Jó ütemben, egyelőre probléma nélkül halad itthon a COVID elleni védőoltások beadása. Jelenleg több mint 30 ezer egészségügyi dolgozónak, valamint a 150 főnél nagyobb idős otthonok lakóinak oltása kezdődött meg. Ezt követően a 60 év feletti krónikus betegek kapják majd meg a védőoltást. Rúsvai Miklós híradónknak hozzátette, eddig több mint 1 millió ember regisztrált a védőoltásra, ahhoz azonban, hogy kialakuljon a nyári immunitás, mintegy 4 millió embernek kell megkapnia a vakcinát. Eddig egyetlen egy olyan túlzott reakciót sem tapasztaltak, ezt az úgynevezett allergiás reakciót, amit a nemzetközi tapasztalat alapján 10 000-ből egy esetben tapasztaltak. Tehát azt, hogy Magyarországon közel 30 ezer oltásból egy ilyen sem volt, az azt jelenti, hogy sokkal jobb eddig az átlagnál, a világ átlagnál, nálunk a vakcinázás tapasztalata. Február 1-ig a kormány meghosszabbította az eddig fennálló védelmi intézkedéseket. Ezáltal Esztergom, Esztergom Kertváros és Pilis-Szentlélek közterületein is marad a kötelező maszkviselés. Ez alól kivételt jelentenek a parkok, zöld felületek, illetve sportolás közben továbbra sem kell maszkot felvenni. Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, az operatív törzs január 11-i tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy bár javulnak a járványügyi adatok, de még mindig kiemelten fontos a védekezési szabályok betartása. Az állatkertekhez hasonlóan hetek óta zárva tart a budakeszi vadaspark is a koronavírus járvány második hulláma miatt. Az ott dolgozó gondozókra háruló sokszor nehéz fizikai munka, az állatok gondozása azonban azóta is folyamatos. Azt, hogy mikor nyitja meg kapuit a látogatók előtt a vadaspark, egyelőre nem lehet tudni. A gondozók azonban mindent megtesznek azért, hogy legalább online tartani tudják a kapcsolatot a látogatókkal. Szalmával béleli ki a gondozó a rókákodóját, hogy ne fázzanak a minuszokban. Bár a vadaspark hetek óta zárva van, az állatok etetése, gondozása azóta is folyamatos és zavartalan. Salamot, pacsit! Jóba Katalin 2013 óta dolgozik a vadasparkban, 8 éve gondozza és trénerezi az itt élő állatokat. Azért, mert a vadaspark zárva tart, az állatokat el kell látnunk, úgyhogy rendszeresen továbbra is ettetünk, itatunk, ilyenkor télen pedig ugye jeget törünk és frissvizet adunk nekik, folyékony vizet igazából, úgyhogy minden ugyanúgy megy rutin szerint, ahogy eddig is. A budakeszi vadaspark területén több mint 50 állatfaj, közel 300 egyede él. A járvány miatt a látogatók most csak videókon keresztül online csodálhatják meg kedvenceiket. Élő videókat osztunk meg, élő bejelentkezéseket, ahol láthatják a látogatók, hogy tréning folyik az állatokkal, vagy megetetjük őket, vagy éppen a téli madáretetésről volt élő bejelentkezésünk, és többféle poszt, játékok, kvízek jelennek meg. A vadaspark a korlátozó intézkedések meghosszabbítása miatt február 1-ig még biztosan zárva marad. A nyitás pontos dátumát egyelőre még nem lehet tudni. Több településen is magas a légszennyezettség a szállópor koncentrációja miatt, közölte az MTI január 11-én. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hétfői térképe szerint Vácott és Dorogon egészségtelen a levegő minősége. Az előrejelzés alapján a légszennyezettség nem változik az elkövetkezendő napokban. A légszennyezés.hu oldal január 11-i adatai szerint Esztergomban a levegő minősége a tűrhető kategóriában van. A szállópor részecskék elsődlegesen a kipufogó gázokból, valamint a szilárd tüzelőanyaggal történő égetésből, fűtésből származhatnak. A szállópor parányi részecskéi rövid távon elsősorban légzőszervi tüneteket okoznak, továbbá növelik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a vírus azt hozta, hogy a smog talán visszaszorul egy kicsit, pont azért, mert kevesebben járnak kisebb az ipari termelés, kevesebb az autóforgalom, de ugyanakkor a kettő együtt, a vírus és a smog nagyon súlyos változásokat okozhat potenciálisan. Tehát a legelső dolog az, hogy a légúti betegek,
asztmabronhiáléban, COPD-ben szenvedő betegek ezekben az időszakokban tartózkodjanak otthon. Kerékbilincset kaphatnak január 11-től a szabálytalanul parkoló autók Esztergomban, tette közé az info.esztergom.hu. Korábban beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat döntése alapján a közterületen hagyott rendszám nélküli roncsokat elszállíthatják a közterület felügyelet munkatársai. Fontos tudni, hogy hétfőtől, január 11-től már a kerékbilincs használatát is igénybe vehetik a közterületesek a tiltott helyen parkoló autókkal szemben. Az érintett utcákban kiegészítő táblák jelzik, hogy a szabályszegést kerékbilincs alkalmazásával büntetik, ez olvasható a hírportálon. Üzlettípusokba sorolják majd január 1-től a vendéglátóhelyeket. Új vendéglő étterem létesítésekor már a kérelem tartalmazza a típus meghatározását. A már meglévő január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén az üzlettípust a kereskedőnek legkésőbb március 31-éig kötelessége bejelenteni a település jegyzőjének. Erre hívta fel a figyelmet Esztergom jegyzője a város honlapján. 11 típus közül lehet választani. További részleteket az esztergom.hu oldalon találhatnak. Megemelkedik a lisztára idén a szakemberek szerint. A drágulást elsősorban a tavalyi gabonaár növekedése okozza. A tavalyi megemelkedett kereslet ugyanis emelte a gabonaárakat. A búzát mázsánként átlagosan tavaly előtt 4500 forintért, tavaly pedig 6000 forintért értékesítették, ezt mondta el híradónknak a megyei agrárkamara elnöke. Balogh Zoltán hozzátette, hogy ez az áremelkedés begyűrűzik mindenhova, ahol a gabona szükséglet felmerül. Az áremelkedés a takarmányárakban is megmutatkozik, de ez még a húsárakban nem látszik. Ennek olyan következménye is vannak, hogy vele együtt egyébként a takarmányárak is emelkednek. És ez pedig a termelő oldalon nehezíti az állattartóknak az életét is, úgyhogy összefügg minden mindennel, de ma még e tekintetben, például az állattartásnál, vagy a húsféleségeknél, annyi a szerencse, és itt a fogyasztó viszonylag azért jól jár, mert viszont az árak, a húsárak ezzel szemben is ennek ellenére alacsonyak lettek, termelői oldalon van nagyobb gond. Bár még bizonytalan, hogy mikor indul az idei évad a Babits Mihály Kamara Színházban, mégis arra kéri a társulat a nézőket, hogy iratkozzanak fel előre az előadásaikra. Így biztosítják a jegyvásárlást, és azokat is értesítik, akik nem váltották vissza az elmaradt előadásaikra szóló jegyeiket. Mindezt a színház honlapján, a babitsszínház.hu oldalon tudják megtenni a nézők. Azért is fontos, mert nem tudjuk, hogy mikor és mekkora nézőtérrel nyithatunk meg, és úgy tudva levő, hogy azért a férőhelyeink azok korlátozottak. Így azokat a nézőket fogjuk nyitáskor első körbe értesíteni, akik már feliratkoztak erre a előadás igénylésre, illetve akik már korábban vásároltak jegyet, és nem váltották vissza. Legközelebb szerdán jelentkezünk friss híreinkkel. Addig is kövessenek minket a honlapunkon, illetve keressenek minket a közösségi oldalunkon. Maradjanak az RTVL műsorán, vigyázzanak magukra, tartsák be a védelmi intézkedéseket. További szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!